Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Csapó magazin, ahol hétről hétre különböző témákról beszélgetünk aktuális filmek kapcsán. Ma a szegénység és erőszak kapcsolatáról, város és vidék ellentétéről, illetve az Eastern meg a Western műfajról fog szó esni. Itt vannak velem meghívottaim, Székely Imre, a BBTE távoktatási igazgatója, közgazdász, Jakab Benke Nándor, filmkritikus, illetve Harbula Hajnalka, antropológus tanár. Sziasztok! Sziasztok! Mielőtt bármi belekezdenénk, arra kérlek, hogy fogalmazzátok meg röviden pár mondatba, hogy tetszett a Kojot című film, vagy nem tetszett, ha igen, miért, ha nem, miért? Művészi szempontból nem tudom megítélni, egyszerű fogyasztóként, felhasználóként. Annyiban nincsen az ínyemre, hogy elég nagy mértékű agressziót látok benne, és hát azok a helyenként megjelenő kifejezések elég durvák. Magyar nyelv szempontjából nézem, akkor hogy is fogalmazzak, hát nem feltétlenül használatosak. Nekem meg pont ezért tetszett. Vannak helyek, ahol kilóg belőle a lóláb, meg hogy mondjam, dramaturgiailag egy-két helyzetet finomabban is meg lehetett volna oldani, viszont pont ez az agresszió, ami ritkán látott magyar filmben, és ez a fajta műfajfilmes hozzáállás szerintem üdítő volt. Nekem most nagyon könnyű helyzetem van a kettő között valahol ellavírozni. Igen, nagyon tetszett. Nagyon sok szituáció, nagyon közeli szituáció a hétköznapi életből, sok helyről már hasonló történetsorok visszacsengnek. Az, hogy valóban van benne egy nagy adag agresszivitás, ez tény. Az, hogy verbálisan, az az igazság, hogy így beszélünk, az is egy tény. Hogy korhatáros, tegnap, amikor néztem, jött a kicsi fiam, és mondtam, hogy mondta, hogy ja, akkor ez olyan, hogy csak felnőtteknek, na, akkor adok egy puszit, és megyek tovább. Tehát, hogy igen, kemény. Nézzük meg, hogy a rendező mit mond a filmről, és arra fogunk reagálni a következőkben. Nincs jó helyzetben a vidék. Szegényke a vidék. Nagyon, nagyon szegényke a vidék, de gyönyörű. Gyönyörű emberek vannak benne vidéken. Gyönyörű karakterek, elképesztő gyönyörű tájak, nagyon szépen tud sütni a nap nyáron, és gyönyörű a búzakalásznak az aranyszíne, és én ezt mind megmutatom benne. Más kérdés, hogy vér is vegyül bele. Vidékről és város ellentétéről azért természetesen ma is beszélünk, és beszélni kell, de például ma Romániában pontosan így hogyan határoznánk meg a várost és a vidéket? Rengeteg szempontot fel lehet vetni, de mondjuk leginkább gazdasági szempontból. Milyen opozíciókat húzhatunk fel, éles opozíciókat város és vidék között? Többféle szempontból meg lehet közelíteni, a leggyakrabban alkalmazott bizonyos szempontból a legkézenfekvőbb az, hogyha a kereseteket, a jövedelmeket nézzük meg városon, illetve vidéken. E tekintetben nagy vonalakban egy olyan 30-35-40%-os különbségeket mutatnak a statisztikák, ennyivel magasabbak a városi, főleg a fejlett városok átlagos jövedelmei. De hasonló különbséget látunk területi elosztásban is, tehát például egy Kolozs megyei városával is vidékével együtt átlagos jövedelem valahol 30%-kal magasabb, például egy Hargita megyei, vagy akár valamelyik moldvai megyei havi átlagos jövedelemnél. Föld a családunké volt, 100 éve is. Apa, inkább be. Itt éltünk mindig. Itt is fogunk. Nem is tudtam erről a helyről.
Sütana, szép a táj, aranyosak az emberek. Mennyit kész érte? Nem eladom. Majd én elintézem. Már egy kis gazos földös a tiétekkel legyen. Nagyapád, legszívesebben letagadott volna hideget az egész családot. Rám hagyta a házat. Apádat megütött titéged, meg szétvertek, és te itt akarsz maradni. Ez a nagyapád földje! Életem nem fogom elhagyni! Nem állok háborúban senki. Ülj le! Kutyájával beszéljen így! Ugyanolyan vettes vagy, mint az apád! Azt hallottuk a rendezőtől, hogy a vidék szép, én ezzel egyetértek. Másrészt viszont, hogyha megnézzük azt, hogy azokat a szűkös erőforrásainkat, javainkat is, hát a föld az kitüntetetten egy ilyen szűkös erőforrás, hogyan lehet elosztani, felhasználni a gazdasági szereplők között, akkor hát jellemzően négy ilyen rendszert tudunk megkülönböztetni, a piaci rendszert, ahol mellérendelt szereplők próbálnak egymással alkudozni, megegyezni, valamilyen közösen előnyös megoldást találni. Ott van a bürokratikus rendszer, ahol egy szabályozó, egy állam jelenik meg, és az előírások révén szól bele ezekbe a folyamatokba. És csak a harmadik helyen említem azt, amit ebben a filmben túlsúlyosan megjelenik, megítélésem szerint az agresszív mechanizmus, ahol a nyers fizikai erőnek a szerepe a döntő abban a kérdésben, hogy az erőforrások hol jutnak, és hát a negyedik, ha már felsorolásról beszélünk, akkor az etikai rendszer az, ami úgy szintén a mindennapjainknak a része. Ha a valóságot nézzük meg, legalábbis azt a valóságot, amit én látok, akkor az agresszív rendszer az legfeljebb csak a harmadik helyen jelenhet meg. Az a kérdésem, hogy a filmben felvázolt szituáció, tehát mondjuk azt, hogy a falut valaki egyfajta oligarchaként használja, vagy léteznek olyan vidékek, ahol ez a történet megtörténhet valóban. Mert arról beszélünk, hogy ez a társadalmi valóság, stb. Ilyen történetek vannak? Mondjuk kiindulok abból, hogy például egy falunak a monopól gazdasági helyzete az egy realitás. Én onnan származom, Marosévíz, ott például van egy bizonyos üzletember, aki az összes boltot igazgatja, az összes szórakoztató helyet igazgatja. Tehát egyszerűen, nyilván nem egy faluról van szó, hanem egy municipiumnak hazudott kisvárosról, de érzem azt, hogy egyszerűen gazdaságilag annyira egy szálon összpontosul minden, hogy abból nagyon-nagyon nehéz kitörni. Tehát például ilyen szituációk, egy icipicit hasonlít a Kolyó szituációjához. Ez megtörténik nálunk? Tapasztaltok ilyeneket? Én bedobnék egy kifejezést, amit lehet, hogy létezik, lehet, hogy nem létezik, cáfoljatok meg, én ezt refeudalizációnak hívnám. Fajta, hát nem tudom, egyfajta, tényleg visszamegyünk a bojárok meg a földesurak korszakába, hogyha úgy tetszik. Ez egy folyamat. Ahhoz, hogy idejusson egy mikro társadalom, és az a sok kis apró lépés, ami elvezet ahhoz, az arról szól, hogy nem csak az egyik fél, úgymond az új kis uralkodó vonható felelősségre ebben a kérdésben, hanem ott van a másik fél is, a társadalomnak a többi szereplői, hogy miért vesznek részt, és miért engedik meg azt, hogy ezekben a lépésekben partnerek legyenek. Ez nem egyik éjszakáról a másikra, egyik napról a másikra történik meg, hanem ez egy folyamat. Egy folyamat. Amelyet nem csak egy ember alakít. Egy folyamat egyértelműen, de amikor, arra a kérdésre egy fél mondattal reflektálva, hogy van ilyen, igen, van, és tudjuk, hogy van, és nem csak az, hogy ez a típusú hatalmi viszony kis közösségekben, ez a típusú hatalmi viszony nagy közösségekben is, illetőleg ez a típusú agresszió
vagy ez a típusú megoldási stratégiája egy valamilyen helyzetnek, ez is létezik. Mindenhol létezik. És ami, ugye könnyű azt mondani ilyenkor nekünk kívülről, főleg, hogy de miért van benne a filmben, mikor megkérdezi a polgármesteri hivatalos titkárnőt, hogy jó, de akkor Erzsike kedves magának, egy, hogy van-e saját neve, kettő, mondaná bá meg, hogy akkor miért tetszik csinálni, ha egyszer tetszik tudni, hogy ez nem jó. Abban a pillanatban, amíg nincs társadalmi szolidaritás, addig elég nehéz egyéni emberként egyedül fejjel menni a falnak, mint a főhős. Neki megy, de hát aztán a végén úgy is aláírja. Tehát ami nagyon-nagyon hiányzik az ilyen típusú helyzetekben, hogy valamilyen szolidaritás alakuljon ki. De kik között? Mert hogy általában azok az intézmények, amelyek mondjuk ezt megoldani tudnák, vagy bármiféle olyan szerveződés, az ezeken a vidékeken nagyon-nagyon nehezen fog önerőből megszerveződni. Tehát mondjuk, hogy távol vannak a vidéki közösségek, hogy attól, hogy ilyen erős önszerveződésbe fogjanak, és képesek legyenek áttolni. Tehát ezek a egyéni akciók, hogy ott hagyom a vidéket, és kitörök abból a akár reménytelennek látszó rendszerből, ez is egyféle válasz lehet erre a nagyon jól rávilágított szolidaritás hiányára adott közösségeken belül. De hogy ezek egyéni döntések tudnak lenni, egyéni döntések, én mit kezdek saját magammal, a saját családommal abban a környezetben. Igen, úgy döntök, elmegyek. Könnyű ezt kívülről elindítani, könnyű kívülről moderálni, könnyebb, mint belülről valamit összefogni, mert ott már úgyis a dolgok annyira el vannak. Ugyanakkor a vidék értékét nem csak a szép táj, a búzakalász és azok a motívumok adják, amelyeket nagyon szépen megjelenít a film, hanem maguk az emberek is. Az, ahogyan viselkednek, az, ahogyan gondolkodnak, ahogyan cselekednek. Egyféle kultúra, közösségi kultúra más értéket tud adni annak a tájnak és annak a vidéknek, mint amit láttunk. Taszító. Csak itt az a kérdés, hogy társadalmon belül kéne ezeket megoldani. Például azt látjuk, hogy aki, nem tudom százalékba, de gondolom, hogy elég markáns azoknak a száma, akik mondjuk a vidéki helyzetükből úgy próbálják javítani, hogy nem az ország városaiba mennek, hanem direkt külföldre mennek. Tehát óriási a szám. Illetve itt is a Coyote-ban azt a választ látjuk, hogy csak úgy tudunk fejlődni, hogyha most nagyon-nagyon kívülről jön be valaki, ugye a svéd befektetők jönnek a városból. Tehát én úgy gondolom, hogy akik mondjuk a falusi létet feladnák valamiért, nyilván gazdaságokban elsősorban azok, talán határon túlra mennek leginkább, vagy arra irányulnak, nem? Ez akkor lehet fejlődési lehetőség, hogyha úgymond a svéd befektető, még akkor is, hogyha nem fehér színben jelennek meg, magával tud hozni egy új kultúrát. Ez amit az előbb is említettem, hogy egy új kultúrát tud meghonosítani abban a közösségben, akkor áttörést tud okozni. Egyébként csak újra termelődik a helyzet más viszonyrendszerben, mások kezei között. Igen, kívülről nem lehet megoldani. A kommunisták megcsinálják a TSZ-t, hát az se jött össze. Hanakor? Én még mindig a szolidaritáson lovagolnék, hogy viszont abból nagyon szépen lehet ezeket. Persze hosszú időn keresztül és nagyon-nagyon határozott lépésekkel lehet ezt megcsinálni. De ha nincs, akkor mi van? Ezt, az a kérdés, mi katalizálja ezt? Vagy... Igen, ez nagyon érdekes, mindegy, hogy vidékről vagy városról beszélünk. Én azt látom különböző kutatásaink kapcsán az elmúlt években, hogy azok a marginalizált kisközösségek, akiknek valamilyen konfliktusuk van, és most itt inkább azokat a helyzeteket akarom előhozni, amikor kisközösséget a nagyobb társadalom szorít ki, illetőleg a bürokráciás az, ami egyszerűen lehetetlenné teszi. Hogy azokban az esetekben úgy lehet egyébként nagyon-nagyon könnyen kialakítani a szolidaritást egy csoporttal szemben, kívülről valakik, civil szervezetek, egyéni kezdeményezésként valaki odaáll, és akkor az külső motiváció nélkül nem lehet
ezekből a helyzetekből kimászni. Én lényegesnek látom ebben a kérdésben azt, hogy milyen időperspektívában gondolkodnak a szereplők. Ilyen típusú mikrotársadalmakban úgy látom jellemzőbb a rövidebb távon való gondolkodás, és kevésbé a hosszabb távú hatásoknak a megbecslése, átlátása, azokkal való számolás, azért alakulhatnak ez ki. Most hogyan változhat meg valakinek az a nézete, hogy a rövid távú gondolkodás helyett legalább középtávon vagy hosszabb távon gondolkodjon? Hogyha valamilyen alternatívát, valamilyen példát fel lehet neki mutatni, ilyen szempontból tényleg fontos a külső behatás, de addig, amíg ő azt nem érzi magáinak, nem asszimilálja, nem válik belső motiváló erővé, addig nem valószínű, hogy áttörés eredmény, fenntartható eredmény fog születni ebben a kérdésben. Lehet, hogy olyan inspiráló figurákra van szükség, mint a Coyote főszereplője, aki ahogy mondtad, fejjel tud a falnak menni. Ugye véget ért a film, de lehet, hogy az ő példája valamire inspirálja az embereket, mert ez egyfajta azért felnövés történet is, vagy férfivá válás történet a Coyote elsősorban. Folytatnám a vitát, én nem látom ilyen szempontból kulcs szereplőnek, mert egyrészt az eszközök, amiket választ, az nem példaértékű, másrészt... Hát szemet szemért, nem? Tulajdonképpen a végeredmény az ő szempontjából is az, hogy aláír egy olyan szerződést, amit nek a kedvezményezettje úgy tűnik, hogy nem a helybéli, falubeli vetétás, hanem egy másik szereplő. Tehát inkább leszámolás valakivel, mint sem az elvekhez való ragaszkodás, vagy valamilyen projektnek a végigvitele. Na nézze meg egy picit, hogy a rendező mi szól még hozzá az előbbiekhez. Körülnézel a világba, és annyi leszegett fejű ember van, leszarják egymást. Mindannyian leszarik a másikat. Kimegyünk kicsit, puffogunk a Facebookon, elmondjuk a bajainkat, kitesszük a fotóinkat, hogy éppen hol vagyunk. Jó esetben szerveződnek tüntetések a Facebookon, de nem történik semmi. És ez a film arról szól, mi az a határ, ahol most már bele kell állnod abba, hogy ez nem mehet így tovább. És én nem arról akarok, én arról szeretnék beszélni, hogy az átlag ember, te, én, bárki, aki itt van vagy lent az utcán, annyi minden elégedetlenségünk, dühünk, félelmünk, frusztrációnk van magunkban, ami megbetegít minket, mert apatikusak vagyunk, mert ezt csináljuk, meg ezt. Mi? És ezt engedi ki a film. Az szerintetek probléma, vagy hogy mindenhol probléma, minden ügyel kapcsolatban probléma, hogy egyszerűen nincs elég össztársadalmi akarat, erő bizonyos kérdéseknek a megoldásával, vagy egyszerűen nem tudunk mobilizálni annyi mindenkit, hogy mit tudom én, ilyen problémákat megoldjunk. Vagy hogy? Függ a földrajzi térségtől is. Uh-huh. Elképzelhető, hogy bizonyos országokban, bizonyos kontinenseken ez nehezebben működik. De talán nem kell messze mennünk, hogyha akár a Románia sem nehezebben művényekre gondolunk, amelyek az elmúlt hónapban zajlottak. Tekintsünk optimistán a jövőben, mert látunk más példát is. Abszolút, én is úgy gondolom, hogy most megint a Facebookot könnyű bedobni, és az úgynevezett szlektimizmust, most ezt hallottam, ezt a kifejezést, ez az aktivizmusnak az olyan formája, demonstrálják, hogy aktívak vagyunk, például megosztunk dolgokat, de közben meg ki se megyünk az utcára, csak otthon a fotelből. Ezt majd írd föl valahova, hogy ne felejtsem el, nagyon jól. Jó, jó. De hogy ez így úgy látom, hogy azért mégis van. Tehát azért elmondhatjuk, hogy a Facebook vagy az internetes világ azért nagyon hatékonyan szervez a világon dolgokat. Jó példa az arab tavasz, meg ellenpélda az ISIS például. Tehát, hogy most nem tudom, de hogy például reflektálunk az interneten, mert vannak olyan internetes csoportok, amelyek egy érdeklődést mutatnak online, legyen most például a szegénységből bármilyen olyan csoportról, amelyek elnyomva vannak, és történik is valami? Tehát hogy látod például te hajnalka ezt, hogy az online aktivitásunk mértéke leképezi például a tetlegességünket? Hát egyértelműen az kéne legyen, tehát abban a pillanatban, amikor megnyomod azt a tetszik, nem tetszik, vagy valamilyen gombot, akkor, amikor a faladon megjelenik, hogy te melyik csoportnak vagy a tagja, vagy mi az, ami szimpi, mi az, ami nem szimpi, akkor az, amit
beszél, az, amiről már szót ejtettünk, hogy az a szolidaritásodat jelképezi. És elviekben ugye annak az aktivizmus része, a kiállok érte, kimegyek érte is ott kell legyen. A mi társadalmunkra egyértelműen egy ilyen műaktivizmus jellemző, ez tény, hogy mindenki mutogatja, mindenki könnyű, vannak témák, amivel könnyű azonosulni, mert olyan hercig mondjuk a kutyamenhelyeket, a cicamenhelyeket, bocs Nándi, de ez most így kicsúszott a számon. Tehát, hogy azt nagyon könnyű azt mondani, hogy akkor azzal mennyire egyetértünk, hogy szegény állatokat ne bántsák. De amikor arról beszélünk, hogy koltatás januárban, februárban, felgyúlt patarét, mi történik az emberekkel, akkor ott már nehezebben mondják az emberek azt, hogy hopsi, tudok szolidárisnak lenni. Nagyon könnyen szolidárisak az emberek a beteg gyerekekkel a Facebookon, mert az megint egy olyan szívhez szóló téma. Hát van egy befogadható narratíva. Igen, szépen lehet. Viszont nagyon nehezen tudnak azonosulni egy olyan társadalmi csoporttal, mint mondjuk a bántalmazott nők. Egyáltalán kezdeni valamit márciusban azzal a témával, hogy nők, és nem elmenni vendéglőbe, és megünnepelni azt, hogy nők vagyunk, pont fix március 8-án, hanem kezdeni valamit azzal, hogy nők, hogy munkaerőpiac, hogy valamit. Tehát, hogy vannak témák, amik igen, nagyon tehát amik jól néz ki. Túlütik az inger küszöbét, és amik el sem érik az inger küszöbét. El sem éri, vagy ha eléri, akkor azt nagyon hárítja. Tehát nehogy már engem szolidárisnak azokkal. Tehát azért nagyon nagy szakadék van a társadalmunkban. Igen, de ha belegondolsz, most egy kicsit ironikus lesz, amit mondok, de az ember muszáj egy idő után szelektáljon. Annyi mindenkivel kéne szolidarizáljon. De én nem viccelek, tehát hogy annyi minden jön szembe az emberrel naponta, hogy valahogy muszáj válogasson ezek közül. Tény. Tehát ha minden egyes tüntetésre, vagy minden egyes szimpátia megmozdulásra, vagy bármire ott kéne legyen, akkor tényleg nem tudná semmi egyebet csinálni egész nap. Nem, de a napi rutinban azért benne kell legyen az, hogy persze ott van a baj, amikor csak a macskákkal és csak a kutyákkal. Uh-huh. Tehát, hogy amikor egyáltalán nem jut el az ellenző az ilyen, mint ahogy a rendező is mutatta, ilyen, meg amolyan, mindegy, hogy milyen. De hogy nagyon-nagyon pici szegmense, és az a szegmens pedig legyen olyan, ami nem fáj. Tehát beszéljünk persze érzékeny témákról, de azért ne fájjon már, mert azért az mégiscsak milyen kellemetlen. De beszéljünk kicsit a Westernről. Beszéljünk a Western. Ugyanis most tényleg egymás után jelentek meg olyan Romániában és Magyarországon gyártott filmek, amelyek most már nem Western imitációk, ugye beszéltünk az Eastern műfajáról régebből, volt a Lemonade Joe, nem tudom, miket olvastam. Limonade Joe, igen, volt a Tenkes kapitány, és egyfajta a Western kellett adni, vagy volt ez a régi román 70-es években ez a film, Ardelenisi. Az egy egész sorozat volt egyébként, igen. Dan Pizzának volt egy egész sorozat. Igen. Ardelenisi sorozat, és aztán volt vagy 3-4 folytatás. Csak még azt látjuk, hogy ezek inkább ilyen műfaj imitációk. Most inkább azt látjuk, hogy megpróbálnak a Western műfajába, ezek a kelet-európai rendezők, most beszélünk a Queen című filmről, beszélünk akár a Daily Babról, beszélünk a Coyote-ról természetesen, vagy akár a Kút című Grégory Attila filmben is voltak olyan westernes elemek. De lényeg az, hogy a Western ikonográfiáját és műfaj keretét használják úgy, hogy megpróbálnak egy társadalmi valóságot tüszkölni ezekbe a műfajokba. Tehát megtalálják nem csak a tájban, meg nem csak a különböző ilyen pózokban találják meg a Westernt, hanem egyszerűen képesek akár az elnyomottakat és az elnyomókat is vizualizálni. Ugyanis tudjuk, hogy a Western az ilyen tényleg egyszerűen építkező bináris oppozíciókra, meg érthető ellentétekre alapozó műfaj. Ez az a kérdésem, hogy tényleg szerintetek, vagy leginkább Nándi szerint, hogyan használják ezek a filmek a Westernt, vagy miért húzható rá a Western ilyen jól? Hát most, hogyha a Coyote kapcsán beszélünk erről, akkor hát ott van a kívülről érkező idegen, aki igazságot tesz, vagy próbál tenni. Western toposz. Ez a legalapvetőbb Western toposz, és ez a Coyote-ban megvan. Az egy dolog, hogy ugye nem egy marginalizált csoporton segít, mint ahogy azért nagyon sok Westernben van, megérkezik valaki, és segít a nőkön, a falubelieken, stb. Hanem elsősorban saját magának akar segíteni, de ez nagyon erős toposz. Sajnos nincsenek benne lovak,
Viszont van egy sárga korvett, ami azért egyfajta ló. Ne felejtsük el, hogy nagyon fontos western toposz az is, hogy ki milyen lovon, mennyire, hogyan, stb. Lovagol, és nagyon érdekes ez is, hogy hogy a ló a westernekben egyfajta férfiassági szimbólum, ugye a nők nem nagyon lovagolnak, ugye a sárga korvett is a Mátrai Laci által alakított karakternek a férfiasságának a bizonyítéka kb. Szóval nagyon sok ilyen kis western elem van, nem kell elmagyarázni, hogy a délidővel való, vagy akár a hétmesterlővésszel, vagy szamurájjal való hasonlatokat, ugye van egy sanyargató bűnbanda, vagy oligarchia, aki ellen meg kell védeni mondjuk a vidéket, ez szerintem nagyon erős, tehát hogy persze kicsit más, kicsit tényleg kelet-európai, tényleg kicsit röghöz kötöttebb, viszont ezek a... De mitől lesz pont ilyen kelet-európai íze az egésznek? Vagy mit adnak hozzá? Szerintem pont ettől, hogy saját magának, a saját érdekeit védi. Meg ez, hogy ő nagyapjától örökül egy házat. Tehát, hogy ez a röghöz kötöttség, hogy kell már neki a francba ez a ház, meg ez a telek, viszont egy kicsit ilyen az örökség kötelez. Ez azért egy kicsit ilyen kelet-európai motivum, hogy úgy visszahúz, konkrétan visszahúzza a földre, a földbe, a földhöz a szereplőt szerintem. Ettől nagyon kelet-európai lesz. A másik meg hát maga a millió, ugye ez a lakodalom jelenet, az annál, hogy mondjam, ilyen kicsit ilyen Milos Forman műfaj paródia is, hogy kitör egy hatalmas western jellegű verekedés, kitör egy tipikusan kelet-európai esküvőben. Ez szerintem nagyon szép. De pont az, annyira tényleg azt láttam, hogy szinte felsorható, mi feltethető meg egy klasszikus amerikai, akár a spagetti westernnek által kitalált világhoz. Tehát, hogy tényleg a fogadó, meg az a kis bisztró, az a lakodalmi szintér, tehát hihetetlenül. Ne felejtsük el, hogy a western az olyan értelemben rokon a sci-fivel, hogy a sci-fi a jövő által beszél a jelenről, a klasszikus western pedig a múlton keresztül beszélt az akkori jelenről. Ugye ez a fajta western nagyjából a 90-es években kihalt, és éppen ezért vannak ezek az újfajta western generációk, mint például ugye a Hell or High Water című film, ami egy kicsit ilyen keserges átmagyarázása a klasszikus westerneknek, hogy igen, itt van a táj is, amit ismerünk a vadnyugatról, az a Texas, meg nem tudom mi, ez még mindig itt van, csak kicsit megváltoztak a dolgok, az emberek autóval járkálnak, de a pisztoly az még mindig pisztoly, a sheriff az még mindig sheriff. Szóval olyan értelemben visszalépett a jelenbe a western, így a 2000-es évektől. És ez szerintem nagyon jó. Én nagyon szeretem ezeket a kortársiasított westerneket. Hajnalkát szeretném kérdezni két dologról, vagyis egy dolog az oktatásról, de annak két szempontjáról, hogy azt gondolom természetes, sajnos nálunk az, hogy aki mondjuk a társadalmi-gazdasági ranglétrán lentebb van, az gyengébb oktatást kap, aki esetleg fentebb van, az erősebb oktatást kaphat. Gondolom, sajnos ez egy stagnáló állapot nálunk. Nálunk olyan nagyon szegregált az oktatási rendszer is, hogy igen, nagyon-nagyon erősen van jelen az, hogy azok a közösségek, vagy azokból a közösségekből származó gyerekek, akik nem jutnak nagyon közel erőforrásokhoz, azok igen rosszabb oktatásban részesülnek, illetőleg az iskolai életük sokkal rövidebb, mint valakinek, aki mondjuk olyan társadalmi közegből jön, hogy meg tudja közelíteni, jobban meg tudja közelíteni az oktatást. Tehát aki nagyon-nagyon leszakadt, szegregált kis közösségekből próbálja a gyerekét iskoláztatni, annak rettentően nehéz ebbe a körbe szembesülni. És akkor, ha arról beszélünk, hogy vidéki oktatás, akkor az egy nagyon-nagyon nehéz történet, mert létezik mindenféle sztereotípia arra, hogy a jó pedagógusoknak hol kell tanítani. Tehát, hogy azon túl, hogy infrastrukturálisan egy vidéki, vagy egy városi, de körzeti iskola, hogy van felszerelve infrastrukturálisan, vagy pedagógusok, vagy odaadás, vagy nevelési elvek szempontjából, az azért nagyon különbözik. Úgy
a központitól, hogy egyszerűen nem jutnak oda ezek a gyerekek, hogy minőségi oktatásban részesüljenek, és természetesen akik nagyon szegény vagy mély szegény közösségből jönnek, azok számára valószínűleg az életük egy pillanatában van annál sokkal fontosabb napi kötelezettség, lásd, kenyér kell mondjuk, és akkor nagyon hamar munkaerőpiacra kénytelenek állni. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy ha a felnőttek fejében ez az éles különbség ilyen erőteljesen megjelenik, akkor akarva akaratlanul valamilyen mértékben ezt átadjuk az újabb generációknak, és ennek önmagában véve van egy kártékony hatása. Tehát valamilyen módon meg kell nekünk próbálnunk úgy megközelíteni ezt a kérdést, nyilvánosan is szűk környezetünkben, családon belül is, ami arra segíti rá ezeket a leszakadt rétegeket, hogy ne az legyen jelen a fejekben, hogy ez nehéz, mert egyébként is nehéz, hanem az az üzenet jusson el, hogy van esély. Hogy sokat számít az, hogy te mit gondolsz erről, hogy meg akarod-e tenni. Ha meg akarod tenni, akkor is nehéz, mert áldozatokat kell hozni. Többlet áldozatokat kell hozni olyan környezetben, amikor azt látom, hogy az elődeim, a szüleim más modellt mutatnak. És ilyen értelemben az áttörést azt tudja hozni, hogyha modellt tudunk mutatni. Az iskola úgy tudja őket kezelni, hogy nem feltétlenül a szorzótáblára fókuszál, hogy azt X határidőig meg tudja tanítani, hanem elsősorban a fejekben tesz rendet. És ezeket a lehet, hogy otthonról hozott frusztrációkat próbálja megkezelni. Fontos a szorzótábla is, mert az segít majd elhelyezkedni. De sok esetben a határokat és a korlátokat mi magunk számára állítjuk fel és termeljük újra. Kérdezted, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy az oktatás, vagy mi segíthet ezen? Szerintem csak az oktatás segíthet, de annak a tágabb értelmében, olyan értelemben, hogy ahogy a film is tudott oktatni, vagy egy akármilyen irodalmi mű is tud oktatni, vagy amilyen oktatást kapsz otthon a szüleidtől, nem feltétlenül lecke formájában, hanem életlecke formájában. Tehát a tágabb értelemben vett oktatás tud ezen segíteni, ami ugye egyéni döntésekre kell támaszkodjon. Ennek a kérdésnek nyilván sok szintje van, ebben van felelőssége, hogyha teljesen magas szintről nézzük az állam jelenlétének, de ugyanúgy a mikrokörnyezeteknek és azon belül is annak, hogy a létező belső korlátokat, akadályokat hogyan tudja enyhíteni, hogyan tudja mérsékelni. Még egy dimenzió, amivel kiegészíteném, sokszor az a valamilyen környezet, valamilyen munka, még akkor is, hogyha gyengén fizető, de ott is lehetnek ilyen tudástranszfer hatások, amik segíthetik ezeket a személyeket. És így koncentráltan azt hiszem, hogy így a végén a szolidaritás mellett, ha valamiért nagyon kicsápolok, az egyéni felelősség, amit így azt hiszem olyan szépen egyetértettünk benne, hogy egyéni felelősség. Egyetértek? Egyetértek. Egyénileg. Több hozzászóláson én is aláhúztam. Köszönöm szépen, ez volt a Csapó magazin. Két hét múlva ismét várom Önöket.